Szeretettel köszöntöm a stúdióban Dancsacs Klárát, a Nők a Balatonért Egyesület Szászói csoportjának új vezetőjét. Először is engedd meg, Klári, hogy magam és a Szászó TV stábja nevében gratuláljak. Köszönöm szépen. Hát úgy miért történt a változás a NABE csoport vezetésében? Ennek nagyon egyszerű oka van. Kusiák Rozsina lemondott a NABE vezetéséről, de szerencsére a NABE tagságról nem. Grazsina több mint 10 éven keresztül, 2006. októberre, tehát pontosan 14 éven keresztül vezette nagy lelkesedéssel, odaadással, szeretettel a csapatot. Mindannyian nagyon szerettük az életörömét, a vidámságát, nagyon jól szervezett, nagyon jól összetartott bennünket. Lemondott, mert elköltözött Balatonszászóról, és felkért engemet, aki szintén nagyon-nagyon régóta, alapítás óta tagja vagyok a csoportnak, hogy vállaljam el a vezetést. Ezúton szeretném megragadni a nagy nyilvánosságot, hogy megköszönjem magam és minden NABE tag nevében Grazsina munkáját, kívánunk neki további sikeres és boldog életet, és várjuk vissza Balatonszászóra, amikor tud, akkor látogasson meg bennünket, és továbbra is vegyen részt munkánkban, és segítse a munkánkat. Mi inspirált téged arra, hogy elvállald a csoport vezetését ezentúl? Hát mondhatom azt, hogy ez egy könnyű kérdés, könnyű rá válaszolni. Több mint 40 éven keresztül közösségi munkát végeztem, itt dolgoztam Balatonszászón, hiszen ezt tudjátok, mindenki tudja, a közösségi életben dolgoztam, így könnyen tudtam válaszolni Grazsina felkérésére, hogy vállaljam el, hisz a civil szervezet vezetése, a szászói csoport vezetése szintén közösségi feladatot jelent. Nagy többséggel választott meg engemet a NABE tapság. A vírushelyzet miatt személyesen nem tudtunk találkozni, de e-mailben mindenki igenlő választ adott. A tagság 90%-a visszaküldte a kérdésre a választ, hogy elfogadnak-e engem vezetőnek. Én nagyon köszönöm a bizalmat minden NABE tagnak, igyekszem megszolgálni, és természetesen számítok mindenkinek a munkájára, hogy közösen visszük tovább ezt a feladatot. A kérdésre a másik válaszom, hogy mindenben egyetértek a Nők a Balatonért Egyesület célkitűzésével. A legnagyobb kincsünk a Balaton természeti, környezeti, szellemi, kulturális értékeinek megőrzésével, megóvásával, megismertetésével. Ezen belül Balatonszászó település értékeinek megőrzésével, a hagyományok ápolásával, és hogy részt vegyünk a közösségi életben. És ami még nagyon fontos, bocsánat, el ne felejtsem a legfontosabbat, semmiképp sem szerettem volna, hogy ez a csapat, amelyik 2005 óta létezik, folyamatosan dolgozik, hogy szétszéledjen, hogy maradjon együtt a csapat, hisz nagyon jó közösség alakult ki, nagyon jól együtt tudunk dolgozni, én is részt veszek az alapítása óta ebben a munkában, és számítok az ő segítségükre is. Említetted, hogy 2005-ben alakult a csapat, 2015-ben pedig egy kiállítás keretében mutatta be az Egyesület az addigi 10 éves tevékenységét, idén 15 évre tekinthet vissza. Milyen módon tervezitek ezt az évfordulót megünnepelni? Hát erre megint könnyű a válaszom, egy szóval tudnám mondani, sehogy. Legalábbis ebben az évben nem, hiszen a vírushelyzet, amelyik tulajdonképpen február-március óta tart, ha nyáron egy kicsit csillapodott is, mindent átírt. Nem tud a csapat találkozni, az utolsó rendezvényünk, hál' Istennek, amit meg tudtunk még tartani februárban, a jubileumi 10. játszunk együtt, de azóta csak online találkozunk. Még nem tudom, hogy hogyan fogjuk a 15 éves fennállásunkat megünnepelni. Én úgy gondolom, hogy amikor össze tud majd jönni fizikailag is a társaság, ha majd elmúlik ez az egész világ számára rendkívül, és az emberiség számára rendkívül kellemetlen és nehéz helyzet,
akkor majd megbeszéljük. Biztos mindenkinek lesz ötlete arra, hogy még hogyan tudnánk még jobban megismertetni a tevékenységünket, milyen ötletekkel tudnánk a munkánkat gyarapítani, új dolgokat kitalálni, úgyhogy erre ez a válaszom. És ha majd normalizálódik a helyzet, akkor milyen tervekkel készül a csoport a következő időszakra, a következő évekre? Reméljük, hogy a helyzet normalizálódni fog, legalábbis a szakemberek ezt mondják, hogy talán a jövő tavasz nyár elejére véget ér. Akkor persze leülünk, és megbeszéljük a további tennivalókat, de most gondoltunk egy nagyot, közeledik advent időszaka. Nem tudnak találkozni az emberek. Nem lesznek rendezvények. Semmilyen civil szervezeti rendezvény, sportrendezvény, kulturális rendezvény. Viszont, hogy annyira ne zárkozzanak be az emberek, újból meghirdetnénk az adventi várakozás ablakról ablakra felhívásunkat, harmadik alkalommal, először 2017-ben indította el a NABE, és nagyon nagy sikerrel két éven keresztül megcsináltuk. Emlékeztetőül elmondom a kedves nézőknek, hogy ennek az a lényege, hogy adventi időszakban, vagyis december 1-től december 24-ig minden nap előzetes jelentkezés alapján mindenki kiválaszt egy számot, az adventi időszaknak egy naptári dátumát, azt kiteszi az ablakába, azt ő eldönti, hogy milyen díszítéssel, milyen dekorációval, fénnyel, vagy valamilyen, tehát bármi, azt szabadon rá van bízva mindenkire. A csapat összejön minden nap 17 órakor a polgármester hivatalnál, és elindulunk arra a helyre, amelyik vállalta azt a napot. Tulajdonképpen ez, hangsúlyozom, ez egy szabadtéri rendezvénysorozat, ehhez bárki csatlakozhat, lehet jelentkezni természetesen, várjuk is, hogy minél többen bekapcsolódjanak, ne a NABÉ-nak legyen egy belső rendezvénye, egy belső rendezvénysorozata, nálam lehet jelentkezni, vagy bármelyik NABE-tagnál. Természetesen közzétesszük a képújságban, a Facebook oldalon, a NABÉ-nak is, NABE csoportnak is van egy saját Facebook oldala, de rajta lesz a Nagyközségi Önkormányzat Facebook oldalán is. Hangsúlyozom, szabadtéri rendezvény. Az első nap az december 1. Az infoponttól indul, most megfordítanánk a sorrendet, az elmúlt két évben az infopontnál volt a befejező nap, most az infopontnál kezdődne, és az önkormányzat előtti téren, itt a Hősök terén fejeződne be. Ahogy az előző években is, itt is mindig csatlakoztak intézmények, civil szervezetek, az emlékház csatlakozik, a könyvtár, az önkormányzat, a családosok civil szervezet, a családosok a Mikulással, az emlékháza József Attila halálának évfordulója napján, a könyvtár, és így tovább. Nagyon bízok benne, hogy a járványhelyzet és a kormányzati intézkedések meg fogják engedni ezt a rendezvényt. Természetesen, hogyha úgy alakul, hogy nem lehet semmilyen, még szabadtéri rendezvényt sem tartani, akkor sajnos el fog maradni, de bízunk benne, hogy azért az utcára, a szabadba, a friss levegőt szívni ki kell menni, és itt a sétáról szól, és egy nagyon pici kis vendéglátásról, nem eszem-iszom nagy lakomáról, egy kis forró tea, egy kis rákcsálnivaló, tehát az a lényege, hogy az emberek egy kicsit, még ha a másfél méteres távolságot betartva is, de egy kicsit találkozzanak, együtt legyenek ebben a nagy karácsonyi adventváró időszakban. Én bízok benne, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Tehát ezúton a felhívás közé lett téve, várjuk a jelentkezőket, és nagyon szépen köszönöm az információkat, további sikeres tevékenységet kívánok neked és az egész NABE csoportnak a továbbiakban. Köszönöm szépen!